Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Super Sim Challenge nevű sorozatomnak a legújabb része, és Nadja szépen alszik. Annyit vágtam le igazából a videó elejéről, amíg megeszi a kis salájtáját, amit az előző részben kiadtunk neki feladatnak, hogy egye meg, illetve elkezdett aludni, de még alszik, ahogy láthatjátok, nem akartam így az unalmas skill, nem is skill building-el, hanem a szükségletek felfejlesztésével tölteni a második rész elejét, szóval hasznosan akartam eltölteni így magát az epizódot, és egyébként mindjárt mennünk kell dolgozni, és sajnos nem gyakoroltunk zenélést, szóval ezt most azonnal el kell kezdenünk, mert 7 percünk van, ami semmire nem elég, szóval egy kicsit szomorú, hogy nem fog sikerülni nem fog sikerülni a munkahelyi teljesítményünk javítása, és úgy látszik, mégsem takarítottam el az előző részben azt a tányért. És ahogy az előző részben mondtam, nem tudok beszélni, és továbbra sem tanultam meg, szóval ezek az ilyen nyelvbotlások eléggé elő fognak fordulni. Később is próbáltam egy kicsit kitolni ezt az időt, amit gyakorlással tölthetünk, de így egy kicsit elkésünk, sőt nagyon, és ráadásul be se sikerült fejeznünk ezt az egészet, szóval egy kicsit rosszul indul ez a rész, de semmi baj, megoldjuk. Egyébként már gitározásból is harmadik szinten vagyunk, szóval szerintem nagyon-nagyon jól haladunk, gyorsan meg is nézem, hogy milyen szkíjaink vannak, és vészesen gyorsan öregszünk, egyébként 23 nap van hátra a fiatal felnőtt korunkból, szóval mindenképpen foglalkozunk kell azokkal az életcélokkal, hogy amikor eljön az idő, akkor lefiatalíthassuk Nadját. Hol találom a szkíleket, mindig elfelejtem. Közben megy a mentő odakint az utcán, ami be fog hallatszani. Sorry. Igazából megvárom, míg elmegy, de közben megnézem itt a skilleket. Nincs is olyan sok skillünk, szóval összesen 5 van, de abból már 2-3-as szinten, szóval ez király. És belepörgetek az időbe, mert nem túl izgi azt nézni és várni, ahogy Nadja hazaér a munkából. Azt mondja, hogy Nadja has been invited to give the toast at her best friend's wedding at last. Captive audience. Does she play it safe and keep the friend's skeletons in the closet or bear all in the hopes of a good laugh and maybe even a gig? Szerintem az a kérdés, hogy Nadját meghívták egy esküvőre, egy barátja esküvőjére, hogy mondjon toastot, és az a kérdés, hogy biztonságosan csinálja ezt, tehát hogy biztosan menjen, és ne hozza fel a barátjának a ciki dolgait, vagy pedig legyen merész, és mondjon el mindent egy jó nevetésért cserébe. Nem tudom, miért van ott a postaládánk, amikor ott van a postaládánk, na mindegy. Én egy kicsit merész voltam, és úgy látszik, hogy pozitív eredményt hozott ez az egész, mert növekedett a teljesítményünk a munkahelyünkön, ami király, mert így egy kicsit hátrányba indultunk. De úgy látszik, hogy elő fognak léptetni, aminek nagyon-nagyon örülök, mert több pénzt fogunk hazahozni, meg egyébként is jó dolog, hogy előléptetnek. Mindjárt hazaérünk valószínűleg. Meddig vagyunk a munkahelyünkön? Délután 5-ig, és jelenleg 4 óra van, szóval 1 órán belül hazaérkezünk. El is menjünk mosdóba, és elfelejtettem ebbe a házba ilyen esernyőtartót vásárolni, és ez így az esőről jutott eszembe, szóval ezt mindenképpen meg kell most tennünk, illetve termosztátot is vehetnénk, bár még nem szeretnék ilyesmire költeni, és egyébként fogalmam sincs, hogy hol találom az esernyőtartót, és nincs kedvem ezzel tölteni a részt, hogy azt keresem, szóval keressük meg így szűrővel. Azt mondja, hogy valahol itt lesz, én tudom, nyilván egy olyan elemről van szó, amit megengedhetünk magunknak, de esküvak vagyok, a termosztát az már megvan. Ott van. Ha, elkaptam. Viszont nincsen nagyon sok hely odabent, ezért kintre rakom a ház elé, szerintem, mivel az ott még fedett rész, ezért itt is tökéletesen ideális helyem van. És van kedvem ezt a kis dekoratív kis kosarat ide rakni az udvarra. Tudom, hülyeségekre szórom a pénzt, de igazából teljesen mindegy, mivel én játszok. Oké. Mindjárt hazaérkezünk, és választunk is egy esernyőt Nadjának. Hello?
Ja, először elmegyünk mosdóba, de most már nem is kell mosdóba mennünk, úgyhogy felejtsd el. Válaszunk egy esernyőt. Upi, ezt most elrontottam. Ó, a kiskacsás olyan aranyos, de legyen a pöttyös, vagy a dinnyis. A pöttyös volt Majának, legyen a sima piros. Ha már mindenünk piros, úgy egyébként. Na, közben ugye előléptettek, és 13 szimóleon órabér emelkedést értünk el, ami azt jelenti, hogy összesen 36 szimóleont kapunk óránként, ami tök király. És kaptunk 451 szimóleon bónuszt, illetve egy business card holder, tudjátok ezeket a névjegykártya tartókat, amiket nyilvánvalóan megtalálunk itt a családi eszköztárban, és egyébként egy csomó pénzünk van. Ez egy tök jó cucc, oda is rakom a szekrényünkre dekorációnak, valószínűleg hordoz valamilyen ilyen kis hangulat javító dolgot, de úgy látszik, hogy mégsem. Na mindegy, gyakoroljunk egy kicsit a gitárunkon, mert holnap is nap lesz, és dolgozni kell, és stb. Egyébként is ez a feladatunk, úgyhogy ezt mindenképpen el akarom végezni, még akkor is, ha ahogy látom, 3 nap múlva megyünk dolgozni, mert teljesen el fogom felejteni. Jó, és ráadásul inspiráltak vagyunk, úgyhogy amint befejezzük ezt a gitározást, gyorsan nekiállok kaját készíteni, úgyis éhesek vagyunk, hiszen most gyorsan megnézem, hogy ezt teljesítettük-e. Nem, de majd mindjárt visszatérünk erre, mert van egy olyan vágyunk a szakács jártassággal kapcsolatban, hogy főznünk kell 2 ételt, amíg inspiráltak vagyunk. Szóval gyorsan serve dinner, franks and beans. Majdnem azt mondtam, hogy bees. Ej, ó, ne. Ne már. Jó, hagyd ezt abba. Na jó, mindegy. Akkor ne hagyd abba. Tudod mit? Csinálj csak. Aztán utána lefürdünk, és az elvileg inspirált át ez majd minket, remélhetőleg, és excellent lett a minősége, ami király, mert azt is kellett csinálnunk. Na. Thoughtful showert veszünk, és attól inspiráltak leszünk. Szuper, remélem, hogy felülírja ezt. Egyébként amúgy is csak 33 percig tart, ez meddig tart? 2 órán át, király. De úgy látszik, a gitáros inspiráltság az már elmúlt. Nem baj. Még egy gyors főzés belefér. Serve dinner, mac and cheese. Amúgy is kell fejlesztenünk a skilljeinket is, nem csak az életcélokat, szóval mindenképpen hasznos, hogyha csinálunk valamit. Na, már fel is fejlődtünk, látjátok? Megy ez nekünk. Szuper, elpakoljuk. Ezt is elrakjuk. Ne egyél többet. Nem. Főzzünk el még egyet. Serve dinner, tofu tacos. Teljesen mindegy, hogy mit eszünk egyébként, csak legyen kész, míg tartanak ezek a hangulatmutatók. Még 2 órán át tart, szóval 3 órán át. Nem aggódom, csak ne álljunk be így a fáradtságtól. Még jó, hogy ezt a chef's kitchen-t választottam. Oké, eltesszük Lottrade-nek, mert elég hasznos jelen esetben. Szuper! Kialusszuk magunkat, eszünk majd reggelit abból a tömérdek kajából, amit készítettünk, és aztán folytatjuk a gyakorlást. Ó, szia Vlad! Tűnj a telkünkről, ne is gyere ide! Nem szeretnénk veled interakcióba lépni. Egyébként majd végső elkeseredésemben, hogyha nem sikerül addig lefiatalítanunk a színünket, akkor átváltoztattatom vámpírrá valamelyik vámpírral, és akkor nyilván nem fog öregedni, szóval ez egy nagyon hatásos módja annak, hogy kitoljuk ugye a kis életét, de egyébként nem szeretnék vámpírokkal játszani, mert alapvetően nem szeretem a természet feletti dolgokat, és még így is volt egy Vampires Gameplay nevű sorozatom, ahol vámpírokkal játszottam végig, és ez nekem úgy elég is volt a vámpírokból, de mivel vannak vámpír életcélok is, ezért semmiképpen nem tudom kikerülni azt, hogy majd játszunk vámpírokkal, szóval eljutunk majd arra a szintre is, és gyakoroljunk egy kicsit, nem tudok gyakorolni, de csak vak vagyok. Ó, várjatok, ehhez vissza kell állítanunk a Musical Genius
cuccost, amit megint elvesztettem. Általában elveszek ebben a menüben. Mondjuk hallgatnunk el zenét, szóval megvásároljuk azt a sztereót, amit akartam. Vegyünk egy ilyet, mert ez viszonylag kis helyet foglal, és én szeretném elforgatni, de úgy látszik, hogy nem megy. Nem baj, ott is tök jól el lesznek. Legyen mondjuk fehér. És listen to, mondjuk easy listening. Nem. Van valami ilyen popos, ahol nagyon jó dolgok mennek. Nem hiszem, hogy az S-pop. Hubi, de lehet, hogy az S-pop. Próbáljuk meg az S-popot. Amiben tényleg igazi dalok mennek, Simlisül, ami nagyon király, a régi játékokban mindig így volt, de valamiért a Sims 4-ben nem zenésítettek meg rendes, való életbeli számokat, Simlisül, ami egy kicsit szomorú. Vagyis hát most már megcsinálták, de eddig nem volt erre lehetőség. Hogy állunk a munkahelyi dolgokkal? Elég jól, úgyhogy ezt abba is hagyhatjuk. Véletlen. Rossz helyre kattintottam, és ennek most megszívom a levét. Menjünk be, és hallgassunk zenét. Elég hatalmas a távirányítója ennek a szerencsétlen sztereónak. Hallgassátok. Nem megyek annyira közel, mert nagyon hangos lesz a játék hozzám képest. Én valamiért mindig nagyon halk vagyok. Na, hány órája hallgatjuk ezt a zenét? Dance skill acquired, ez is elég hasznos, hiszen ez is egy skill, amit majd fejlesztenünk kell. Jó, most csak várunk, hogy beteljen az a két óra. Aztán meglátjuk, hogy mi a következő szint, amit el kell végeznünk. Hey, mit képzelsz, mit csinálsz? Menj és hallgasd a zenét ügyesen, okosan, jó? Már csak egy kicsi kell. Szuper! El kellett érnünk a negyedik skillt egy hangszeren, ami már megvan. És egy órát kell játszanunk hangszeren, amíg inspiráltak vagyunk. Szerintem ez is menni fog. Lezuhanyzunk. Aztán azt mondjuk, hogy... Sing songs, nem. Legyen mondjuk play song, rock. Down the road. Ez szimpatikusnak tűnik, és egyébként is éneklünk a zuhanyzó alatt, úgy tűnik. Szupi. Na nézzük, hogy teljesítünk. Most van mondjuk 5:30, akkor 6:30 mindenképpen teljesítenünk kéne ezt. Play song, blues, valamit, mindegy, csináld. Mondjuk practice, mert azt biztos tudod egy órán keresztül csinálni. És talán az is számít. Jó, most van 6:30, akkor 7:30-ra. Elvileg teljesülni fog ez. Remélem, hogy számít a gyakorlás is. Ez a számított király. El kell érnünk a 6-os szintet, elég közel vagyunk hozzá. 4 dalt kell írnunk, és 500 szimulont kell keresnünk a licenszelt dalokból. Akkor megvárjuk, míg fejlődik a kis skillünk, és utána eszünk valamit, és ellátjuk a skilljeinket. Elég jól állunk egyébként, egészen gyorsan haladunk. Nem mondjuk egy ilyen zseni szimmel, mint nagyja, azért nem olyan nehéz, 2 nap múlva megyünk csak dolgozni. És Ghost Knight is at the bar tonight. Oké, menjünk. Accept. És ott is barátkozunk még egy kicsit, mert ugye barátokat is kell szerezni, meg egyébként is. Van egy csomó hasonló életcél, még egyelőre nem vagyok tökéletesen tisztában a különböző életcélokkal, csak nagyjából így is próbálom rendesen váltogatni őket, de biztos vagyok benne, hogy ki fog maradni ez az, és akkor utólag újra meg kell csinálni dolgokat, amiket már esetleg teljesítettem. The Afterlife can be tough. Come tell the local bartender all about it. Blablabla. A szellemekről beszél. Oké. Bemutatkozunk ennek a bácsinak, és mindenképpen megváltoztatjuk az életcélunkat a popularity-re.
mik vannak még itt, Be Funny to Five Sims, azt esetleg meg tudjuk csinálni. Csinálhatunk egy klubot, az nem lenne túl rossz, Have Three Friends, azt nem kell aktívban csinálnunk, ennek is az a feltétele, a Good Vampire meg nem érdekes. Szóval csináljunk most ezt, és legyünk viccesek. Inkább. Szó-szó! Akkor mindegy, úgy látszik, már bemutatkoztunk. Legyünk viccesek, meséljünk neki egy undi viccet, ami nem fog tetszeni neki, de nem baj. Jó, úgy látszik, bepisilős viccet mesélünk neki. Ó, tetszett neki, király! Meséljünk neki egy ilyen kop-kop viccet. Ó, to Five Sims, szóval nem egy emberhez kell. Upi-upi, nem. Szóval, nem ötször kell viccesnek lennünk, hanem üt különböző emberhez. Szóval, dolgoznunk kell ezen sokat. Ez nem az a néni, akit a Rex Story Cheese-ben utáltunk? Nem. De? Nem tudom. Olyan rég volt az már. Oké, hogy járunk? Eddig két szímhez voltunk viccesek. Legyünk viccesek ehhez a bácsihoz is, meg ahhoz a More choices. Funny joke about politicians. Túl sok itt a szellem, bár nekik lett rendezve ez a buli, szóval nem vagyok annyira meglepve. Oké, ez teljesült, az király. Vennünk kell egy mikrofont a következő szinthez. Most viszont megengedem, hogy nagy elmenjen pisilni, mert nem szeretném, ha itt kínos helyzetbe kerülne, amikor az elsődleges célpont vagy szempont az életében jelenleg, hogy minél sikeresebb és minél híresebb legyen, és hát nem lenne túl jó, hogyha a hírnevét bemocskolnánk ilyesmivel, és egyébként megnézem, hogy itt tudunk-e venni valami kaját, grab chips, order food. Ó, nem, ez drink volt. Order food. De csak sikerül. Mondjuk french fries. Hogy ne kelljen még hazamennünk, azt pedig nyugodtan idd meg. Én nem mondtam, hogy ne idd meg. Ó, mindegy. Most eltettük valahova a kis innivalónkat, és lehet, hogy lenyúlta valaki. Együk szépen. Ó, ilyen sokat kaptunk, nem csak egy adagot. Ez egy kicsit túlzás. Hol vagy? Jó, itt teszed a kis barátnőddel. Azt pedig idd meg előle. Vagy lehet, hogy ez a tiéd. Nem, az övé. Na jó, lebuknánk, hogyha elvennénk tőle. Beszélgessünk akkor egy kicsikét. Ask about day. Ha már elhívott, kérdezzük meg, milyen napja volt. Biztos oka volt rá, hogy áthívott. Nem tűnik vidámnak a néni. Ismerjük meg. Meséljünk neki egy vicces történetet, ha már itt tartunk. Aztán igazából, hogyha megettük a sok-sok kajánkat. Ó, foodie. Akkor hazamehetnénk aludni egy kicsikét. Mi folyik itt? Play card game. Oké, játszhatsz. Megengedem neked. De még mindig éhes vagy, szóval ha hazamegyünk, enni is kell. Mit csinálsz? Scared by ghost. Na jó. Nem tetszik ez a hely, de igazából 4 perc múlva úgyis vége a bulinak, úgyhogy nem érdemes törölni azt. Back into sack lunch. Elviszük holnap munkahelyünkre. Remélem legalább a sack lunchot elvehetjük innen. Szuper. Oké. Menjünk haza. Futás, mondja, futás! Ó, már túl fáradt vagy a futáshoz, úgy látom. Se baj, mindjárt kialszod magad, aztán minden szipi szuper lesz. Kedvenc töltőképernyőm. Gyorsan kajáljunk valamit, és aztán alhat. Get leftovers, és sleep. Aztán bele is pörgetünk az időbe. Ez a király abban, hogyha egy darab szín van a telken, hogy nyugodtan bepörgethetjük az időt, és sokkal gyorsabban fog haladni, mint amúgy.
és elég feszültek vagyunk sajnos attól, hogy megijesztett minket egy szellem. Úgyhogy ez még bosszúért kiállt. Még mindig két nap van hátra a következő munkanapunkig. Úgyhogy eléggé ráérünk, foglalkozhatunk más skillekkel is. Például mégsem foglalkozunk másik skill-el, hanem hol a gitárunk, valószínűleg az inventoringban. Írunk egy dalt. Ezt elrakjuk. Szóval írunk egy dalt, amit majd licenszelhetünk, gyorsan át is változtatom a kis életcélunkat. És egyébként már van annyi pontunk, hogy megvegyük a fiatalítót, de úgysem használjunk még fel, hiszen még nem tartunk ott, hogy hamarosan megöregednénk, és hát nem lenne túl sok értelme, ha mindjárt kitalálom, mit akartam mondani, hogyha még most vinnénk vissza a kis mutatóját a nullára, majd valamikor itt megisszuk azt a cuccot. De addig még nyugodtan játszhatunk. Jó, kialusszuk magunkat, és igazából csak játszunk a gitáron, mert egyelőre nem tudunk dalt írni, ami szomorú. Valószínűleg a 6-os skill kell hozzá, ami ugye alapvetően az első pontja ennek. Holnap Love Day van! Akkor viszont majd a romantikus kis interakciókat is csinálhatjuk, amikhez ugye szintén vannak életcélok. Nincsen ilyen dekordobozunk, szóval nem tudjuk feldekorálni a kis házunkat, de szerintem ez nem probléma. Azt mondja, hogy practice jó lesz. Oké, most már tudunk szerenádozni és balladákat játszani, de ez nem azt jelenti, hogy tudunk dalokat írni. Serenade, azt nem tudunk. Play song. Sing song. Még mindig nem tudunk dalt írni. Nem tudom, hogy azt hányos szintől lehet. Elfelejtettem figyelni ezeket a kis kiírásokat itt. 5. Nem, még csak country dalokat tud írni. Jó, akkor elvileg még a szintünkből kifolyólag sem lehetséges, hogy dalokat írjunk. Úgyhogy ezzel várni kell egy kicsit. Ezt kikapcsolom, mert elég zavaró, hogy egyszerre két zenét hallgatunk. Elfelejtettem képet csinálni a Ghost Knight-ról, pedig ez tök jó lett volna. Most így nem tudom, hogy ennek a résznek mi lesz majd a thumbnail-je. Ezek ilyen komoly problémák. Ó, persze, gyere, Perin. Gyere csak. Majd veled csinálunk egy közös képet, és az király lesz. Invite in. Azt hol tudom megcsinálni. Friendly. Ó, behívja magát, nem probléma. Eltesszük a gitárunkat. Örülnék, hogyha nem jönnél be a WC-be, mikor itt vagyunk. Ez most így elég ciki, kösz szépen. Nem mindegy. Barátkozunk. Sit. Üljetek le a kanapére, és ott beszélgessetek, szerintem. Sit and chat here. De ne ott ülj. Na mindegy. Oké, így is tökély. Beszélgessetek csak. Én pedig csinálok rólatok egy képet. Azzal a hatalmasnak tűnő virággal, ami egyébként a többi virághoz képest tök pici a játékban. Oké, együnk valami finomat. Penny, amúgy te is ehetsz, van egy valak kajánk, amit csak azért csináltunk, hogy ügyesebb szakácsok lehessünk, de igazából úgysem fogjuk megenni őket, mire megromlanak valószínűleg. Ne üljetek át. Mindegy. Jól van, ezt most így jól elrontottam. Annyira jó az a növény, nézzétek, olyan szép. Egy kicsit belelógod a lépcsőbe, de annyi baj legyen. Összebarátkoztunk már Pennyvel egyébként, nézzük meg. Változtassuk meg az életcélunkat. Na jó, ezt vegyük meg, mielőtt elfelejtem. És akkor elvileg ennek nem jár le a szavatossága. Gyakorlatilag viszont nem tudom. Jaj. Nem tudom, miért kattintok mindig rosszra. Szóval
azt már tudom, hogy a popularity az itt van, és van egy ilyen friend of the birdünk. Még Penny nem a barátunk, szóval ezt mindenképpen módosítanunk kell, és javítanunk el a kapcsolatunkon. Get to know. Tell engaging story. More choice is friendly. Deep conversation. Friendly. Mit csináljunk még? Fejezzük ki csodálatunkat. More choices. Petkáljunk. És beszélgessünk a hideg időjárásról. Amúgy tök menő, hogy így pizsiben fogadjuk őt. De nézzétek Pennynek, milyen fényes a haja. Nagyon durva. Nem tudom, hogy milyen sampont és balzsamot használhat valam. Ó, megkérhetnénk, hogy beköltözön, amire azért nem biztos, hogy örülnek, a sor kerülne. És most már a barátunk, ami király. Úgyhogy majd jöhet a következő áldozat, aki barátunk lesz később. Na, a legjobb hír, hogy a munkában minden tökéletesen áll, és igazából még van egy csomó időnk a következő munkában menetelünkig, igazából 23 óra. Szerintem az már a következő részben lesz, úgyhogy még egy kicsit váltsunk vissza más életcélokra, illetve itt a Party Animalt is nézzük meg. Oké, megvan a kettő ott is. Szóval nem vesznek el ezek a barát számok, hogyha váltogatjuk az életcélokat, tehát nem kell aktívnak lenni ennek az életcélnak ahhoz, hogy teljesítsük. Szimplán lennie kell három barátunknak, nem ez alatt kell ezzel foglalkozni. Na, mindegy. Nem volt érthető, ahogy fogalmaztam, ami nem meglepő, de nem baj. Mire akartam visszaváltani? Talán erre, de nem vagyok benne már biztos, hogy melyiket szerettem volna csinálni. Mindegy, maradjunk ennél, és igazából csak fejlődnie kell a skillünknek ahhoz, hogy majd tudjunk írni dalokat, sing songs. Play song. Hát csak jammeljünk egyet, hát ha Pennynek tetszene. Gyere Penny, hallgasd, ahogy játszunk. És egyébként játszhatnánk az utcán is. Egy kis borravalóért. Egyébként nézzetek körül Brindleton Bay-ben, szerintem elképesztő ez a város, és tök örülök, hogy végre játszhatok egy sorozatban itt, mert az előző kettő sorozatom nem itt volt. Itt egyébként van egy csomó ember, akivel szocializálódhatnánk, de most már nem szeretnénk, mert tényleg hamarosan... 22 óránk van. Mondjuk Love Day fog következni, szóval egy férfi emberrel is össze kéne barátkozni. Az nem ártana. És hogyha csak egy éjszakás kaland lesz, az se lesz probléma. De egyelőre legyünk barátok, és majd Love Day alkalmával áthívjuk magunkhoz, ami holnap lesz. Beszélgessünk egy kicsit. Ask about day, telephony story, gossip, get to know, Brighton day. Egyébként is lesz olyan életcélunk, hogy egyszerre 20 ezer vasat tartsunk a tűzben. More choices. Heartfelt compliment. Legyen mondjuk discuss interests. Ask about career. Stargaze. Ó, egy perfekcionista. Szuper. Jaj, de édes ez a cica, nézzétek. Kis fifi. Ó, azt hittem ide kakilt. Egy másodpercre. Úgy látszik, a bácsi nem akar velünk stargaze-elni, és itt is hagyott minket, ami szomorú. Úgyhogy leülünk egymagunkban sakkozni, vagy most mit csinálunk? Chase flock. Ne. Inkább menjünk haza, és nézzük meg, hogy biztosan minden szükségletünk tökéletes ahhoz, hogy munkába álljunk, és egyébként tökéletes, mikor is kell indulnunk. 20 óra múlva. Elég lassan telik most az idő.
Ennél gyorsabb időmúláshoz szoktam a Sims 4-ben, de a való életben sajnos ennél sokkal gyorsabban telik az idő, és ezért el is köszönök tőletek, mert nagyjából ennyi fért bele ebbe a részbe, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!